csatornámon. A mai videóban meg fogom nektek mutatni, hogy milyen applikációkat használok az Instagram sztoriaim elkészítéséhez, úgyhogy meg fogom mutatni, hogy mi van a telefonomon, illetve meg fogom azt is nektek mutatni, hogy hogyan tudtok egyedi gifeket csinálni az Instagramra. Elsőnek is akkor azzal kezdeném, hogy milyen appokat használok. Érdekesebb lehet ez a Nici, nem tudom, hogy kell kiejteni. Elég sok elérhető ingyenesen, nyilván vannak olyanok, amikért, hogyha fizetsz, akkor ugye tudod használni, de én olyanokat kerestem, amiben minél többet el lehet érni ingyen, és nem kell több ezer forintot kiadni, csak azért, hogy jó Instagram sztorikat tud csinálni. Én ezt nagyon ajánlom, decemberben szinte csak ezt használtam, mivel tényleg tök jó alapok vannak fent, és tök jól el tudod te is magadnak szerkeszteni. A második az a Storylooks, ezt is nagyon tudom ajánlani, most olvastam különböző blogokat, hogy 2021-ben mi a top 10, top 5 ilyen Instagram sztori készítő applikáció, és ez is benne volt a top 5-ben szerintem, úgyhogy ezt is ajánlom. Elég egyszerű, nekem már itt vannak, amikkel próbálkoztam, itt van egy template, és itt rengeteget tudtok használni, nyilván itt is látjátok, hogy vannak olyanok, amikért, hogyha fizetsz, tudod használni, de szerintem ezeket a sima alapokat is tök jól meg lehet csinálni egyedire, itt különböző témák vannak, amikben szintén még tudsz témát választani, úgyhogy ez nagyon király applikáció, és nekem ami a legjobban tetszik, az ez a rész, amikor olyan, mintha egy iMessage üzenetben lennél benne, csak még nem jutottam el odáig, hogy egyszer egy ilyen sztorit is kirakjak majd, de most majd valamikor összefogom. Már csak azért is hozni. Visszatérve erre az applikációra, tényleg nagyon király, itt több olyat is észrevehettek, amit már én is használtam. Általában ugye akkor szoktam ilyen szebb, vagy ilyen különlegesebb Insta sztorikat kitenni, amikor videókat osztok meg veletek, mármint hogy jelzem, hogy éppen kint van egy új YouTube videó. Igazából nem akarom tovább húzni ezt a témát, meg ez amúgy nem is egy ilyen reklámos videó, tényleg csak segíteni szeretnék nektek, úgyhogy ez a Storylooks is nagyon király. Na és itt van ez az Artori. Itt szintén lehet ugye fizetni érte, hogy többet elér, de itt is találtam amúgy aránylag jókat, de sajnos itt is a nagy része fizetős, de hogyha kitartóan keresgesz, akkor vannak fent olyanok, amikért nem kell fizetni, és nagyon jól néznek ki. Például ez a Best Day, vagy ez is, nem, ez sem fizetős, mondjuk ezt még nem néztem meg, de szerintem ez is nagyon jól néz ki. És tök jó, mert ingyen elérhető, nem kell vele nagyon sok időt foglalkoznod, csak beteszed egy képet, ezt a szöveget, és át lehet írni. Na jó, még ezt se tudtam, úgyhogy még nekem is mutatnak újat ezek az applikációk. És itt, ahogy látom, még azt is lehet állítani, hogy valami elé hozod ezt a betűt, vagy valami mögé hozod ezt a betűt, vagy ezt a szöveget. Úgyhogy ez nagyon király, és tényleg ez is tök jó. Ezt tegnap fedeztem fel amúgy az App Store-ban, nem tudom, hogy ezek androidos telefonokra elérhetők-e. Nekem ugye iPhone-om van, úgyhogy nem ígérem, hogy az androidosok is ezeket tudják használni, de nagyon remélem, hogy tudjátok ti is használni. Na, és itt van egy mappa, amiben szinte csak Instagram story készítő appok vannak, úgyhogy ezeket gyorsan megmutatom nektek, aztán át is térünk arra, hogy hogyan tudtok egyedi gifeket csinálni. Szóval itt van ez a film, ezt még nem néztem meg, igazából ebbe videókat lehet, ha jól tudom szerkeszteni. Itt van ez a Story Maker, itt is elég sok fent van ingyen, bocsánat, hirdetés. Alapból titeket ide a home-ra fog behozni, de menjetek a kategóriákra, és mondjuk itt van, hogy live. Amiken ilyen kis lakat van, azokat tudjátok szerkeszteni, hogyha megnézitek azt a videót, amit feldob nektek az applikáció, viszont amin ilyen kis korona van, azt nem tudjátok, mivel ugye akkor azért elő kell fizetni, de itt is rengeteg ilyen Instagram story alap elérhető, nézzetek szét, tényleg karácsonyi, esküvői, fitness, házasság, születésnapok, party, puzzle, ősz, galéri, szóval rengeteg elérhető, nézzétek meg, különböző betűtípusok is vannak fent, az is nagyon király, hogy nem csak az ilyen sima alap Instagram betűtípusokat használjátok, hanem különbözőket itt is tudtok használni, és plusz info, hogy nem ront a minőségén egyik applikáció sem annak a képnek, amit te megszerkesztesz. Itt van ez a sztoria, ezt nem lehúzni szeretném, de ezt is letöltöttem, csak még nem töröltem le, de itt nagyon kevés van, ami ingyen elérhető, úgyhogy ezt annyira nem ajánlom. Itt van ez a Ninetales, ezt sem tudom, hogy kell kiejteni. Itt annyi az egész, hogy rementek, hogy new projekt, de amúgy maga az app is amúgy meg fogja nektek mutatni, mit kell csinálni. Itt van egy story, rámentek, és itt azok ingyenesek, amiknek a bal felső sarkában nincs olyan piros pötty. Sajnos itt is a legtöbb fizetős, de azért elég szépek és elég jók, elérhetők ingyenesen is. Nekem ebből a kedvencem ezek a ilyen kvízek, nekem ezek nagyon tetszenek, hogy nem saját magadnak kell megszerkezgetni őket, hanem ilyen elérhető így appon is, amit igazából csak lementez, úgyhogy ezt is nagyon ajánlom. Itt van ez a Made,
ez sem rossz amúgy, itt is azért vannak fent ingyenesek, ide ki is van írva, hogy free, de azért itt is kutatni kell. De ahogy láthatjátok, meg ahogy én is megnéztem így az appot, minden sornak az első három ilyen sablona érhetővel ingyen, de ezek is nagyon jól néznek ki szerintem. Szóval ez is nagyon király, ezt is nagyon tudom ajánlani, illetve tök jó ikletet is adhatnak azok, amik esetleg fizetősek, de lehet, hogy te meg tudod őket csinálni, úgyhogy ingyenesen, kicsit több időt belefektet, de lehet, hogy te is meg tudod csinálni, és én is már próbálgattam ezeket az applikációkat, aki követi Instán, az láthatta, de ezt is nagyon ajánlom, mert itt is tök jók elérhetők ingyen. Itt van ez a Later applikáció, amit inkább olyanoknak ajánlok, akik mondjuk influencerkednek, vagy nagyon sok posztot tesznek ki az Instagramra, napi szinten, két naponta, három naponta, úgyhogy van már egy ilyen algoritmusuk az Instagramon, viszont nincs mindig idejük posztolni. Ugye a YouTube-on is be lehet állítani azt, hogy amikor felteszel egy videót, akkor ez be tud ütemezni, tehát hogyha te éppen a boltba vásárolsz, vagy kocsikázol, vagy szalizol, vagy bármi más csinálsz, közben a YouTube azt automatikusan ki fogja rakni, és a követőid tényleg látják, hogy úristen, most jött ki egy videó, és ugyanezt az Instagramon is meg lehet csinálni, ez a Later applikáció segít bennem, még nem próbáltam ki, mert én is csak láttam. Inkább azokat az appokat szerettem volna kipróbálni tegnap este, illetve ma reggel, hogy ezeket nektek be tudjam mutatni, de hogyha valakit érdekel, akkor vagy keressen rá YouTube-on, vagy egész egyszerűen töltse le és fedezze fel. Nagyon kíváncsi leszek rá, még én sem próbáltam ki. Itt van ez a Weeble, itt konkrétan semmi nem elérhető ingyen, úgyhogy nekem ez nem jó. Ez a Scene applikáció is tök jó, itt is tudtok ingyen tök sok mindent szerkeszteni, mondjuk ugye itt is látható, amin ott van a kis korona, azt nem tudjátok sajnos, de mondjuk itt van ez a Chelsea, ez a két polaroidos kép, és rámentek, és itt is tudjátok ezt is szerkeszteni. Ebbe az applikációba még nem nagyon bújtam bele magam, de itt is vannak elérhető ingyenes minták. Na és a kedvenc appom, szerintem amúgy ezzel kellett volna kezdenem, az az Aurora. Itt rengeteg minden elérhető ingyen, de komolyan, nem is értem, hogy nekik ebből mi jó. De annyira jól néznek ki ezek, és annyira boldog vagyok, hogy találtam egy ilyen appot, mert elérhető rengeteg minta ingyen, és úristen, nagyon tetszik ez az alkalmazás, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. Itt van még ez a maradék négy applikáció, ezek igazából semmi extrák. Az Unfold-ot is elég sok helyen írják, de nekem annyira nem jött be. Na és igazából ezek az appok, amiket tudok ajánlani Instagram sztorikhoz. Szerintem, hogyha már ilyen nagy mennyiségben letöltesz applikációkat, akkor nagyon változatosan tudod formálni az Insta sztoriaidat, és nem lesz az, hogy 2-3 naponta ugyanazokat teszed ki, mivel csak egy applikáción keresed az ingyen elérhető mintákat, úgyhogy én igazából ajánlom is nektek, hogy minimum 2-3 appot töltsetek le, és azokból válogassatok mindig, mivel nem csak az Insta posztok, vagy az Insta feed a lényeg, hanem az Insta story is, hiszen ugye abból teszünk ki általában a legtöbbet. Vagyis én úgy vagyok vele, hogy szinte naponta 10-15 storyt is képes vagyok kitenni, úgyhogy én ajánlom nektek, hogy a storykra is figyeljetek oda, hogyha el szeretnétek kezdeni komolyan Instagramot építeni. Na és el is érkeztünk a videónak a második felére, még remélem, hogy elég sokan itt vagytok, hogy hogyan lehet saját magatokról Instagram gifet csinálni. Én ezt egy külföldi youtubernél láttam, és neki elsőre sikerült, viszont nekem nem, úgyhogy azért is mutatom meg nektek, hogy nektek sikerül-e vagy nem sikerül, és hogyha nektek sikerül, akkor nekem miért nem sikerül, de kezdjük is az alapoknál. Belépünk az Instagramba, és csinálunk egy bumerángot. Ennyi az egész. Most én csak szépen mosolygok. Letöltjük, aztán felmegyünk az onscreen.com oldalára, itt felmegyünk az upload clipre, fotótár, kijelöljük azt a bumerángot, amit most csináltunk az Instagramon, tömöríti, és itt gyorsan bekonvertálja. Talán, és amúgy tök jól kivágja a hátteret. Nyilván meg lehet ezt jobban csinálni, hogyha valaki profi, akkor zöld háttérnél is csinálhatja, vagy valahogy jobban is meg tudjátok oldani. De most én csak gyorsan ezt megcsináltam. És itt a downloadnál arra mentek, hogy GIF. Ilyenkor megcsinálja a GIF-re, hogy tényleg csak ilyen 1-2 másodperces legyen. És ne a letöltésre menjetek, hanem a megtekintésre. És itt hosszasan rányomtok. Nem tudom, hogy az androidosoknál hogyan működik. Én iPhone-os vagyok, úgyhogy én hosszan rányomok, és itt rámegyek a hozzáadás a fotókhoz. Aztán bemegyek a fotókhoz, és ezt kimásolom. Visszamegyek az Instagramra, keresek egy sima hátteret, és ide bemásolom, és nekem vibrál. Nem tudom, hogy miért vibrál. Kérlek, próbáljátok ki, hogy nektek vibrál-e, mert nem tudom, hogy nekem miért vibrál. Mindent ugyanúgy csinálok, ahogy láttam külföldön is, egy videóban.
de valamiért vibrál. És nem tudom, hogy miért. És nem azért, mivel rózsaszín a háttér, mert most akkor csinálok egy full fekete képet. Hello, itt van. És erre ez nem is lett fekete kép. Szóval rámásolom, és ugyanúgy vibrálok. Csak jobban látszódok, de vibrálok, úgyhogy valaki segítsen és magyarázza el, hogy mi a probléma a telefonommal vagy velem. Na és el is érkeztünk a videónak a végére, ennyit terveztem ma, és nem akartam most tényleg az egész telefonomat megmutatni, hogy mi van a telefonomon, mivel most nagyon össze-vissza van minden app, és tudjátok, én azt szeretem, amikor ilyen szép színekre van bontva, de most ez nagyon nincs meg, illetve nemrég volt egy ilyen mi van a telefonomon videó, úgyhogy nem akartam most megint csinálni, csak megmutattam, hogy én milyen applikációkat használok az Instagram sztoriaimhoz. Hogyha bármilyen hozzáfűzni valótok van, akkor mindenféleképpen osszátok meg velem, illetve azt is mondjátok meg tényleg, hogy nektek vibrál-e vagy nem vibrál, és hogyha vibrál, akkor miért, és hogy ti milyen megoldást találtatok rá, szóval segítsetek, léci. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna, a következő videóban találkozunk, addig is pocia pocitokra, és sziasztok!